Kedves szülők, kedves érdeklődők! Köszöntöm Önöket a Deák téri általános iskolában. Asbóth Imre vagyok, az iskola igazgatója. Egy energetikailag korszerűen jól felújított iskolába tudom Önöket meghívni egy rövid látogatóba. Tantermeink közül 21 terem korszerűen felszerelt, interaktív oktatásra alkalmas. Intézményünkben közel 630 tanulót oktatunk, nevelünk, természetesen nem csak a pedagógusok, hanem pedagógiai asszisztensek, könyvtáros, rendszergazda, iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus segítségével. Javaslom, lépjünk is beljebb az iskolába! Iskolánkban nagyon régóta Meissner-Ildikó módszerével tanítjuk első osztályban az írást, olvasást. Elkötelezettek vagyunk a módszer iránt. Ahhoz, hogy a kisgyerek meg tudja állni a helyét az iskolában, meg kell alapozni az alapkészségeit sok-sok játékos, fejlesztő gyakorlattal. Az olvasás, írás tanítás hosszabb előkészítő időszakkal kezdődik. A betűtanításban fokozatosan, kislépések szerint halad, a többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít. Alaposan dolgozza ki az olvasás-tanítás lépéseit. Szótagoló, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél. Az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol tanítjuk. A módszer intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét. Szókincsünket a könyvben sok olyan kis tárgynak a képe segíti, amit nem, vagy csak kevesen ismernek. Ugyanilyen fontos a kommunikáció, a beszéd fejlesztése. Sok verset, mondókát tanulnak a gyerekek. Az olvasás tanítással párhuzamosan kissé késleltetve halad az írás tanítás. Az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének kiemelt szerepe van. Csak pozitív megerősítés, fejlesztő értékelést alkalmaz, elfogadva követel. Iskolánkban első osztálytól folyik nyelvoktatás, a szülők angol és német nyelv közül választhatnak. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder, große Kinder, kleine Kinder. Mivel minden esetben osztálybontásban van ez a nyelvoktatás, szabadon bármelyik osztályba felvett tanuló bármelyik nyelvet választhatják. Természetesen az első években játékosan ének, zene, tánc, mondókák és versek segítségével oktatjuk az idegen nyelveket, aztán ahogy telik az idő, egyre inkább átmegy a hangsúly a beszédkészség fejlesztésre, a szóbeliségre. Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a művészeti programnak, általában évfolyamonként két-két osztályunk indul ezzel a programmal. A résztvevő tanulók egy-egy témanapon, művészeti napon az adott témát a lehető legsokoldalúbban feldolgozzák, ahol kiemelt szerepet kap a néphagyományoknak az ápolása, figyelemmel kísérése. Művészeti programos tanulóink már első osztálytól kezdődően az öt testnevelés órából egy órát néptáncoktatással töltenek. A diákjaink rendszeresen szerepelnek iskolai és iskolán kívüli ünnepségeken, rendezvényeken. A Pozsonyi Sétatéren megy a villamos,
harmadik osztálytól elkezdik az alapfokú furulya oktatást is. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, a mindennapos mozgásra, sportolásra. Ezek után látogassunk át a felső tagozat épületébe. Hallgassunk bele a felsős diákok csengőjátékába. Az alsó tagozathoz hasonlóan itt is nagy hangsúlyt fektetünk a képzőművészetre, a zenére, a mozgásra és az éneklésre. Ötödik évfolyamtól tagozatként, úgynevezett emelt óraszámú képzésként választhatják diákjaink az angol vagy a német nyelvet. Ekkor már a szóbeliség erősítése, a beszédkészség fejlesztése kerül előtérbe, amit nagy mértékben elősegít az ausztriai testvériskolai kapcsolatok, a külföldi tematikus kirándulások és az általában egyhetesre tervezett idegen nyelvi táborok is. Iskolánkban felső tagozaton informatikát is lehet választani tagozatként, úgynevezett emelt oktatású képzésként, akár bármelyik idegen nyelvtagozat mellé is választható ez a képzés. Ennek legizgalmasabb része az úgynevezett LEGO robotika oktatás. Pályázaton nyertük meg a szükséges erőforrásokat, ami alapján be tudtuk szerezni a szükséges eszközöket, kiegészítőket. Diákjaink már alsó tagozattól kezdődően rendszeresen vesznek részt tanulmányi, művészeti és sportversenyeken. Évről évre vannak megyei és regionális dobogós helyezéseink, és szinte minden évben eljutnak tanulóink országos versenydöntőjébe is.
Gyermekem az iskola felsőtagozatos tanulója, azért választottuk annak idején ezt az intézményt számára, mert felkészült, kiváló pedagógusok tanítják a gyermekeket. Alsótagozaton Maxner Ildikó módszerével tanultak meg írni, olvasni, illetőleg furi oktatásban is részesültek. Felsőtagozaton lehetőségünk nyílt arra, hogy emelt informatika, illetve emelt nyelvi képzést válasszunk számára. Nagyon sok iskolán kívüli program kerül megszervezésre a gyerekeknek, határtalanul program keretében felvidéki kirándulásokat szerveznek, az osztályfőnökök bevonásával osztálykirándulásokra viszik a gyermekeket. A szülői munkaközösség és az iskola pedagógusai a gyermekeknek farsangot, szentmihály napot, illetőleg gyereknapot szerveznek. Én úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy egy gyermek kiváló felkészültséggel, kiváló tudással léphessen a középiskolai tanulmányaiba, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek az iskolát, legyenek az önök gyermekei is deákdiákok. Köszönöm, hogy velem tartottak, köszönöm a figyelmüket, és most átadnám a szót tanítványainknak. Azért szeretek nagyon iskolába járni, mert nagyon szeretem a tanárjaimat és az osztálytársaimat is, és nagyon néphagyományőrző osztály vagyunk. Énekelünk, népi mondókákat mondunk, dalolunk, nagyon jó a hangulat a néptáncórákon, és olyan játékokat is játszunk, amit nagymamánk kislánykorában is játszott. A tanulás mellett nagyon sok szabadidős programokon is szoktunk részt venni. Például múzeumokba szoktunk menni, erdei iskolákba szoktunk járni, sokat szoktunk kirándulni. Sokat kézműveskedünk, rajzolunk és festünk. A kétesom is ide járt, ezért én is ide jöttem. És sokat szoktunk tanulni, és a közben sokat játszunk. És a sok barátommal délutánonként elmegyünk kosáredzésre. Már 8 éve járok ide a Deák téri általános iskolába, és itt az alapokat nagyon jól megadták, hála az alsós osztályfőnökömnek, így a felső tagozat sem volt annyira nehéz, mint amire számítottam. 2 éve vagyok a Deák önkormányzat elnöke, nagyon szerencsésnek mondhatom magam ebben a kis csapatban, mivel meghallgatják a véleményünket, a tanácsainkat, próbálnak tanácsot adni a tanárok, és próbálunk minél több programot szervezni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó osztályközösség alakult ki, ami főként annak volt köszönhető, hogy sok erdei iskolát, színházlátogatást, osztályfarsangot szerveztek nekünk. A remek nyelvtanulásnak köszönhetően én bátran szólalok meg idegen nyelven, akár külföldön is, vagy bárhol máshol, ahol szükség van rá, és magabiztosan adtam le a jelentkezésemet egy erős középiskolába. Én személy szerint nagyon szeretem a prezentációkat előadni órákon, mert így jobban bele tudjuk érezni magunkat a tanárok szerepébe. Nagyon kedvelem ebben az iskolában még azt is, hogy próbálunk odafigyelni a gyerektársainkra, és a lehető legtöbb segítséget nyújtani nekik. Ezt a legjobban adománygyűjtésekkel tudjuk megvalósítani a rászoruló gyerekeknek, illetve a családjaiknak adománygyűjtéseket, különféle kis ajándékokkal próbáljuk a mosolyt az arcukra csalni. Deák diákként szeretettel ajánljuk mindenkinek iskolánkat!